Szevasztok, itt vagyok a fővámtéren, bemutatnám nektek itt a trollibusz forgalmat, csáp nélküli Solarisok 72-es. Nézzétek meg ott a túloldalt a 72-es, és tengelybe fog átfordulni itt a Szabadsághíd előtt, mert le van zárva. Ilyen korzóként funkcionál a sok turista, nyaralni vágyó, aki a betonba szeret lenni, azok itt tudnak héderelni a hídon. Én inkább elmegyek a természet lágy ölébe, mint hogy itt legyek benne a dzsungelbe. Egy jó barátomnak jöttem ide segíteni, pakolni. Azért vagyok itt, nem azért, hogy most én hűden egy videót csináljak erről, mert nem érdekel, mert én ezt viccnek tartom ezt az egészet. Nézzétek meg, ott vannak a közterhesek is. Ott a klímában ülnek, nem csinálnak semmit egész nap. Ezért nem. Van plusz mentőszolgálat is. Biztos, amit tuti, valamelyik leugrik egyet. Fejre esik, mert ott járkálnak a hídpilléreken, mindenen, mik mindent szabad Budapesten. És mindjárt láthatjátok majd, hogy fog visszafordulni a trolibusz. Szerintem ez vicc, amit csinálnak. Így is elég nagy káosz van hétköznaponta, még itt hétvégén is csinálják a káoszt ezzel, hogy itt lezárják. Ma valami lehidalok volt, valami birkózásos világbajnokságnak a promóciója, de annak már vége van. És akkor ezt nézed, meg itt fotózkodnak és havajoznak a jó emberek. És ott áll a troli, azt mondja, megfordulni, itt a közteresek, 100 év meg a halál, bennülnek a klímába, azt ne vannak maguknak. Nem foglalkoznak semmivel. Lehet, hogy egy kicsit durva vagyok, de nekem ez a véleményem róla. Ha nem tetszik, akkor nem kell megnézni, srácok, jó? Gyerekek. Ez az én szemszögöm. A budapesti dolgokról. Hát, trolibusznak gondolom van még ideje, még nem áll be még a megállóba, majd megfordul egyszer. Azt most nem mutatom meg nektek. Jók legyetek.